Komoly influenza járványra számítanak a szakemberek. Az elmúlt hetekben regisztrált megbetegedések száma is erre enged következtetni, mondta el stábunknak a megyei tiszti főorvos. Dr. Kassai Veronika kiemelte, hogy főként a legyengült immunrendszerű, illetve a krónikus betegségben szenvedő felnőtteknek érdemes kérniük a vakcinát. Ők egyébként ingyenesen hozzájuthatnak az oltóanyaghoz. Tehát legyen akár szívérendszerű problémája, légzőszervi problémája, anyagcsere megbetegedése, ugye itt gondolok a nagyon magas számba előforduló cukorbetegekre, akár immunológiai problémája, tehát immungyengeségbe szenved. Emellett ajánlotta a várandós hölgyeknek, de azoknak a nőknek is, akik ebben az időszakban tervezik a gyermekvállalást, illetve az egészségügyi dolgozóknak, valamint a szociális intézményekben, idős otthonokban lakóknak is. Azok is hozzájuthatnak a vakcinához, akik nem tartoznak bele ezekbe a csoportokba, nekik a házi orvos receptre írja fel az oltóanyagot, amit patikában lehet kiváltani. A megyei tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez a leghatékonyabb módszer az influenza elleni védekezésre. Tavaly évben Baranyában az oltóanyagoknak a nagy része elfogyott, tehát nagyon örültünk neki, hogy talán a koronavírus járványnak köszönhetően is nagyon magas volt az oltakozási hajlandóság, és hát szeretnénk hasonló szép eredményt elérni idén is. Tehát újra mondom, aki csak teheti, gondolom mindenki megteheti, az oltakozzon. A szakemberek szerint előbb-utóbb indokot lehet a tömegközlekedési eszközökön és a közintézményekben is a maszkviselés bevezetése, ha a felső légúti megbetegedések száma megugrik.